A Connect and Grow immár márka, ahol a modern kori aktuális témákban lehet fejlődni, emelte ki Juhász Bálint, a rendezvény egyik szervezője. A tartományi képviselőház elnöke hangsúlyozta, hogy a gazdaságfejlesztési program egyik hozadéka, hogy a helyi vállalkozók megismerték egymást Vajdaságban, és így hívhatták életre a kapcsolódás és fejlődés elnevezésű üzleti konferenciát is. Mivel a legnagyobb vállalkozók is megértették a vállalkozói közösséghez való tartozás és a tudás átadásának jelentőségét. Az üzleti konferenciát szeptember 19-én és 20-án tartják a Palicsi Vigadóban. Szerbia elegendő gáztartalékkal rendelkezik. A helyi és magyarországi gáztározók megteltek, mondta Dubravka Djedović Handanović. Szerbia bányászati és energiaügyi minisztere hozzátette, hogy megállapodás született az energiaforrás további beszerzéséről Azerbajdzsánból. Novemberben 750 millió köbméter gáz lesz az udvarnoki tározóban, valamint Magyarországon további 163 millió köbméter. 12%-os béremelésre számíthatnak január 1-től az oktatásban dolgozók, emelte ki Milos Vucevic az oktatási szakszervezetek képviselőivel folytatott megbeszélést követően. Emellett 8%-os béremelést kap a nem oktatói állomány, azaz az adminisztrációs és a takarító személyzet, valamint a közszférában dolgozó többi alkalmazott. A szerb kormányfő rámutatott, hogy a kormány törekedni fog arra, hogy az oktatási kezdőbért kiegyenlítse a szerbiai átlagfizetéssel, ami az oktatási szakszervezetek egyik követelése. Péntektől jelentős lehűlés és kiadós csapadék érkezhet a térségünkbe. Szeles idő várható, az északnyugati szelet többfelé viharos lökések kísérhetik. Pénteken napközben 15 fok alatti hőmérséklet valószínű. A hétvégén a hűvös hajnalt követően délután csupán 11 fokot mérhetünk. Az előrejelzések szerint jelentős mennyiségű eső várható szombaton és vasárnap is.